De a reinkarnációban sem hiszel? Nem. Ezt mondtam, hogy ezt én, hogyha előző élek sem kérdezem. Én emlékszem rá, nekem emlékeim vannak, nekem nem kell hinni, én ezzel a tudással születtem. És a gyerekeim is. És fogadjunk, hogy nem egy féllábú, mondjuk, mit tudom én, koldus voltál. Tehát azért nem gyanús, hogy mindenki előző életében ilyen... Paraszt voltam előző életemben Csehországban, lázadó paraszt. Aztán minden... Úgyhogy nem... De mindenki különleges. Gyerek. Én hordalékű voltam a Tiszában. Tényleg. Szolnokon alakultam meg, és kezdtem el 3000 év volt, mire legurultam a Tiszán Szegedre, és Szolnokonról jött egy ilyen... És azóta is egy kicsit ütődök, vagy már nem haragudj, hanem Szolnokról jöttek osztálykirándulásra a Szegedre, és ott megtaláltak egy kis kavicsot, az volt a miért. És visszavittek Szolnokra, és ott megint beledobtak a Tiszába, és most megint... Most így jön. Hát én előző életemben én nagyon sokszor úgy érzem, én pusztába kiáltott szó voltam, mert azóta sem változott, tehát bármit mondok. Én járok Tétára, és én nekem az egy tök... Krétára? Nem Krétára, Krétán voltam már, de ez Tétára. Tétára járok, igen, és ez egy nagyon jó ilyen spirituális segítség egyébként, ami nekem abban segít, hogy egyébként a bennem lévő blokkokat fel tudjam oldani, hogy azokat a dolgokat, amikről mondjuk én nem tudok, hogy bennem van, csak magát az akadályt tudom, azt segít helyre tenni, és például én ebben tökre hiszek, és valahogy nekem is egyébként a reinkarnáció egy olyan dolog, amit mivel nem, tehát én nem tudom, nem tudtam még valahogy odáig visszamenni, hogy én ezt valóban érezzem, de nagyon sokat tudtam utazni úgy saját magamban, hogy feltudt, hogy éreztem azt egyébként, hogy kijöttem a Tétáról, és egy-két napon belül megoldódott az a probléma, vagy megtörtént velem az a dolog, amit én szerettem volna, át tudtam ugrani azt az akadályt, amit előtte eddig soha. És én hiszek abban, hogyha az ember egyébként ezeket saját magában feloldja, és én is ugyanúgy, egyébként én ugyanazon a véleményen vagyok, amint te, hogy létezik a tudomány, és létezik a spiritualitás, és ez csak akkor kvantum működik. Fizika összeért. Hogyha ez összeér, igen.